Mint ahogy az előző prezentáció végén jeleztem, ebben a prezentációban egy kis digitális fényképezőgép funkcióját fogom bemutatni. Akinek ennél komolyabb fényképezőgépe van, illetve már gyakorlott fényképező, tehát sok digitális fényképet csinál, akár a telefonjával, akár fényképezőgéppel, az gyakorlatilag ezt a néhány prezentáció, néhány diából álló prezentációt nyugodtan kihagyhatja. Igazából ezt csak azért mutatom meg, hogy lássuk, hogy ezek az eszközök, illetve a hozzájuk adott programok is próbálnak megvalósítani bizonyos digitális képszerkesztési feladatokat, és hát ezen eszközök nélkül nincsenek megfelelő képeink, hogyha eltekintünk attól, hogy az internet az egy óriási forrás, és onnan rengeteg képet beszerezhetünk. Nézzük! Ez egy Mustek gyártmányú G-Smart mini kamera, amit most itt bemutatok. Tulajdonképpen egy ilyen egyszerű kis berendezésről van szó, ami nem is működik csak számítógéppel, tehát a számítógépről kapja az áramot, USB porton keresztül kapcsoljuk össze, és onnan kapja az áramot. Reset gombbal lehet őt bekapcsolni, és hát az USB-n keresztül feltöltődik. Lekapcsolni ugyanilyen módon. A felvétel ugye a föltöltés után indítható, és hát van rajta egy indikátor kijelző, ami jelzi, hogy éppen milyen az üzemmód, hány képet tudunk még készíteni. Megtalálhatók rajta a szokásos gombok, a felvétel gomb, amivel ugye felvételt készítjük, az időzített felvétel visszajelző diódája, és így tovább. A fókusz állítható bizonyos mértékig. Ez a hátoldala, ez a front oldala a kamerának, ugye itt van a lencse, itt a nézőke, és ez a hátoldala. Bekapcsoltságot jelzi egy LED, és hát az üzemmódok. A USB port az oldalán található, van egy üzemmód választható, választógomb, egy törlőgomb, bekapcsológomb, és ott itt vannak az üzemmódok. Lehet látni, hogy nem túlságosan nagy felbontással tud működni. A legnagyobb felbontás az 1600x1200-as felbontás, úgyhogy de azért mégis néhány használható képet lehet így is készíteni vele, sőt, mi több, hogyha a hármas üzemmódba kapcsoljuk a választható üzemmódok közül, akkor még ennél nagyobb felbontást is meg tudunk vele valósítani, 2048x1536-os felbontás, ami már a VGA, XVGA felbontás fölött is van. Lehetőségünk van egy picike videó felvétel készítésére is, 320x240-es méretben, és illetve hát időzített felvételek készítésére ilyen méretben. Milyen szoftvereket kapunk a kis gépünkhöz? Hát elég sok szoftvert adnak hozzá. Először is adnak hozzá minden ilyen fényképezőgéphez egy olyan szoftvert, amivel gyakorlatilag letölthető a gépen, az fényképezőgépen készített felvételek sora. Ezt nevezzük mondjuk képletöltő programnak, hát installálni kell, és utána használható, itt látjuk a letöltött képeket, illetve az áttölthető képeket. Ezt a kis fényképezőgépet az ULID cég támogatja, ezért egy sorozatnyi ULID szoftvert is hozzáadnak. Például az a Photo Express nevű program is
ezen a CD-n található, ami tartalmaz egy képnézegetőt és egy kártyakészítőt, egy ilyen üdvözlő kártyakészítőt. A képnézegető szintén általános kelléke ezeknek a szoftvercsomagoknak, amiben a számítógépen található képeket lehet rendszerezetten nézegetni, és hát a magát az átöltés során tárolt képeket is rendszerezetten nézegetni vele. Több üzemmódja van, a browser, a file manager, foto, a képmanipulátor és a project kártya kreator, kártya szerkesztő üzemmódja neki. Hát nézzük a fotó üzemmódot, be kell tölteni egy már eltárolt képet, az edit menüje segítségével lehet átalakítani, és végül ki lehet nyomtatni a print menüből, és el lehet menteni a share menüből. Betöltöttünk egy eltárolt képet, az editbe átváltva vannak különböző lehetőségek, a lehetőségeket itt lehet látni, lehet forgatni, tükrözni, amint ahogy látható volt. Különböző műveletek átméretezni, fókusz, balanszot változtatni, úgyhogy elég sok mindent lehet. A piros szemeffektust is ki lehet szedni, a sokszor zavaró effektust a képről, úgyhogy egész kis képmanipulátor programunk van az Ulit-től. Szintén ugye még ennek a funkcióit láthatjuk itt. Egy egész filmszallag szerűen egymás mögé lehet a képeket, a kép részleteket tenni. Egyes képkockákat föl lehet fűzni filmszalagra. Feliratot is lehet készíteni hozzá. Teljesen tökéletes. Project üzemmód. A project üzemmódban egy kártyát lehet, tehát valami üdvözlő kártyát lehet, előre gyártott kártya típusok vannak. Ebben is szintén egy már régebben elmentett képet fogok használni, és bizonyos benne lévő típusból fogok kiindulni, és szöveget fogok hozzáadni textben. Annak megadom a típusát, a színét, és ide föl kerül a filmszalagra az elkészített és manipulált kártya. Ugye kivettem onnan az eredetileg oda berakott képet, és beraktam a gyereknek a képét. No, most akkor kellene, ugye most ez egy digitális kameráról készített fénykép gyakorlatilag, ami egy erkély részletet ábrázol, és ezt betettem oda, be fogom tenni oda háttérnek. És ennek hatására a kártyának különböző oldalén különböző képeket lát, jelentetünk meg. Na most igazából én nem fogom ezt itt most részletesen bemutatni, azért is csak végiglapoztam az egész bemutatón, és nem mutattam meg a képek elkészítésének folyamatát, mert semmiképpen nem célom az, hogy ezeket a szoftvereket mutassuk be. Úgyis majd az egész szerkesztési folyamat, mind amit itt láttunk, meg láthattunk, azt a gimbel is meg lehet csinálni, tehát a gimbre fogjuk a hangsúlyt helyezni, és az ott látható megoldásokat fogjuk tárgyalni. Na most a másik beolvasási lehetőségünk, hogy nem fényképezőgépet használunk forrásnak, hanem szkennert, valami síkágyas szkennert, lapolvasót. Ezek közül is nagyon sok fajta van. Az egyik legismertebb cég a Hewlett-Packard, aki A4-es
méretű, sokat használ csíkágyas szkennereket használ, igen, elterjedtek az ő szkennereik, ezért ezek közül választottam kettőt, amiből bemutatok most néhány funkciót. Hát minden ilyen szkennerhez mellékelnek egy teljes programcsomagot, mely képek, fényképek, filmszalagok, illetve szöveges tartalmú dokumentumok beolvasásán túl képes azok manipulációjára is. Nagyon fontos volt itt, hogy nem csak fényképeket, hanem filmszalagokat, illetve szöveges tartalmú dokumentumokat is képes a szkennerünk beolvasni, méghozzá mondjuk a legismertebb dokformátumban is képesek vagyunk szöveget beolvastatni a segítségével. Maga a beolvasási művelet egy szolgáltatás vezérlője, a HP esetében ezt HP szolgáltatóközpontnak hívják, ez az eszköz végzi magát a beolvasási műveletet. A beolvasott fájlokat pedig egy másik program tárolja, a HP esetében az a HP Image Zone nevű szoftver, ami tárol és rendszerez. Ez hasonló nagyon az előbb látott fényképező program, vagy fényképező gépekhez adott képrendező programokhoz. Na, ennek a programnak, a Image Zone-nak a segítségével egyszerű, de szép kivitelű brosúrákat, CD-tokokat, képes lapokat is készíthetünk. Továbbá van itt egy olyan szolgáltató, egy olyan alkalmazás, alkalmazói program, amit Instant Share-nek hívnak, és ennek a segítségével közvetlenül megoszthatjuk a képeinket az interneten, az internet felhasználóival, illetve elküldhetjük őket elektronikus levélben szeretteinknek is. Nézzük akkor a HP szolgáltatóközpont megjelenését. Hát természetesen, ahogy fejlesztik a szoftvert, és újabb szkennerek kerülnek kiadásra, ennek a külső megjelenése is egy kicsit változik, de lényegében ezek a funkciók vannak benne. Képet, dokumentumot, filmet tudunk beolvasni, és hát tudunk másolatokat is készíteni segítségével, illetve hát vannak egyéb kreatív ötletek, amely kreatív ötletekben vannak azok a plusz szolgáltatások, amit az előbb említettem. Hát először is meg kell mondanunk, hogy mit olvasunk be, és hogy mi a beolvasás forrása, tehát milyen technikai eszközre, nyilván arról a bizonyos lapolvasóról, amivel rendelkezünk. Meg kell mondanunk, hogy milyen felbontással, milyen kimeneti színmélységgel szeretnénk ezt beolvastatni, és hát, hogy egy képet olvasunk be, vagy több kép külön fájlokba, és így tovább, ezeket itt mind megadhatjuk. Ezután történik maga a lapolvasás, amikor először ugye a lapolvasó bemelegíti a lámpát, és történik. De itt is lehet, mint látik, új beolvasás, lehet nem befejezni az olvasást, hanem a következő beolvasással több dokumentumot egyszerre beolvastatni, és utána, amikor lezárjuk, akkor majd utána írja ki őket egyszerre állományba a program. Az is látszik, hogy különböző műveleteket, transformációs műveleteket lehet végezni a beolvasott dokumentummal. Ez megint csak már a képmanipuláció köre, ami ugye majd igazából a GIMP tárgyalásakor kerül elő, tehát ezeket itt most megint nem fogom részletezni, ezeket a lehetőségeket. Bár a képek azért mutatnak érdekes dolgokat, például a por és karc sem szemcsék eltávolítását 3 fokozatban tudja beállítani a szkenner. A világosítás, sötétítés, árnyékok, tehát lehet bizonyos kiemeléseket tenni a egyes fontos megvilágítási funkcióknál. Élesítés, színkorrekciót is lehet végezni. Tehát a felbontást az nyilván az állítható,
200-300 dp-nél nagyobb felbontás egy szkenneres beolvasás esetében szerintem normál használatra teljesen felesleges. Nézzük a másik programot. Hát ugye a beolvasott dokumentumot elnevezi egyből a beolvasás 001, beolvasás 0002-nek, és eltárolja. Teljesen hasonlóan, mint a képnézegető programok, az adott dátumnak megfelelő mappába teszi egy előre általa megadott helyre, amelyet persze én meg tudok változtatni, hogyha szeretnék, azt a tárolóhelyet meg tudom változtatni. Innen megint csak lehet különböző transformációs műveleteket végezni, itt is lehet vörösszem effektust megszüntetni. És hát vannak még egyéb lehetőségek. Nyomtatás, közvetlenül gyors nyomtatás. Ne is itt jönnek az egyéb szolgáltatások, ugye? Volt erről szó, hogy lehet CD címkéket, naptárakat, szórólapok, panorámaképek, brossúrák, kártyák, albumoldalak. Tehát ma már gyakorlatilag minden gyártó ad egy ilyen teljes csomagot a felhasználó kezébe, amivel ő elkészítheti saját dokumentumait otthoni felhasználásra. Elsősorban otthoni felhasználásra. Hát például CD címkéket így lehet készíteni. Brossúrákat. Csak zárójelben mondom, ugye, hogy a Office program csomagjaiban is vannak, hát például a Publisherrel is lehet hasonló dolgokat csinálni. Ugye itt az előbb én kicsit visszalépünk. Ugye a Share-ben léptem bele, ahol közvetlenül megoszthatom a fényképeimet neten. Hát persze, hogyha a számítógépem közvetlen internet kapcsolatom van, tehát gyakorlatilag szerverként működik az internet felé. Egyébként ez egy elég veszélyes dolog lenne, hogyha azért ezt megtennék minden elővigyázat nélkül. De itt megadhatjuk, hogy mely állományainkat osszuk meg. Erre is van lehetőség. Hát és természetesen a küldésre is van lehetőség, hogy elküldjük ezeket a bizonyos fényképeket egy e-mail fiókba. És hát lehet biztonsági mentést is végezni a képeinkről, külső adathordozóra. Köszönöm szépen a figyelmüket, a viszontlátás. Mint ahogy az előző prezentáció végén jeleztem,